Jó napot kívánok, kedves nézők, szeretetek, köszöntöm Önöket Balmazújvárosból. Kezdődik az első tavaszi mérkőzés pillanatokon belül a Nyíregyháza Spartakusz és a Tisza Kécske között. A nyíregyháziaknál Dala, Baki, Alakszai, Gengelicki, Farkas, Kesztyűs, Toma, Kovácséti, Nagy Dominik, Májki és Géresi, ez Tímár Krisztián csapata. Míg a Tisza Kécskében Prokop, Szőr, Fodor, Vicián, Grünwald, Lehocki, Balázs, Kocsis, Cif, Torvund és Takács. A kezdő csapatban Kis Károly a vezető edző, aki egykoron Nyíregyházán is dolgozott. Ez pedig így lassan egy lövő helyzet, el is vállalt a Kocsis Dominik. Szögletre pattant a labda. Hát a hosszú oldalra visszafejelt labda. Egyelőre nem volt lövő helyzet, ez viszont veszélyes beadás, és még mindig ott a lövő helyzet. Ez, hogy menteni kellett, Vicián került lövő helyzetbe. Géresi, Toma, még egyel tovább, Kesztyűs lövés, szöglet. 11. perc. Meghozza a vezető találatot a Nyíregyházának. Kesztyűs, emeli vissza. Géresi, ez jó, lövő helyzet, Nagy Dominik lő, levágódik, ez szép variáció volt. Ott a kapáslövés, Gengelicki. Kovács Réti, jöhet még a beadás. Prokop, alászaladt. És így kirúgás lesz. Ez így még jó lehet, Kovács Réti. Jó a csel is, érkezik a beadás, és aztán Prokop vetődött ki, Nagy Dominik. Gengelicki, egy hatalmas löket, szép jelenet. Most már pontos helyen van a labda is. Na nézzük, Kovács Réti. Be a rövid sarokra, és nagyot védett a kapus. Gól! Bent volt! Azt mutatja az asszisztens, és azt mutatja a játékvezető, hogy Kovács Réti becsavarta, és a gólvonalon belülről rúgta ki a kapus a labdát. Megvan tehát a vezető találat a 34. percben. Érezhető volt, hogy ezt Kovács Réti kapura küldi majd. Gengelicki, ez jó lehet Géresinek, és Géresi zicserben, Géresi Krisztián megszerezheti a Spani második gólját, és ezeket nem rontja el a Nyíregyháza támadója. A 40. percben egy jó indítás után megszerzi a második gólt. A védő hibázott, ott egy picit alászaladt, Géresi pedig nagyon-nagyon higgadtan értékesítette az ittszert. 2-0 tehát a Nyíregyháza javára az első félidő után. Ez így lassan lövő helyzet, még egyel tovább, megpattanó labda, és aztán az ismétlést is megfogja Dala. Zavasni próbálkozott másodszor, elsőre pedig Lehocki. Kovács Réti gyönyörűen lépett ki, szerzett labdát. Májki kérni, Kovács Réti, jó a csel, Kovács Réti, zicserben, Kovács Réti, még egy csel, mekkora szóló volt pedig! Assza mindenit! Baki, ez is ügyes, Nagy Dominik, megkapja a labdát, kérte ott jobb oldalon, jön a beadás, assza mindenit, Májki! Nagy helyzet volt. Hát a hosszú oldalra visszafejelt labda, és az oldalhálóban landol mindez. Toma, Géresi tisztán, remek labda Májkinak, szép összjáték kicsiben, Kovács Réti a balon, érkező ember a hosszú oldalon, meg is van, ott a lövés fölé! Lehocki, ellövi, Dala! Nagy védés volt. Gyurján, három ember között csak tovább tudta vinni.
Lehocki. Lehocki még. Hát ott, mintha csak futszálmeccs lenne. Gyurján, veszélyes beadás. Ott pedig egy veszélyes játék. Jó labda Novák Csanádnak, és nincs les. Novák bent középen Herjecki várná. Novák már a 16-oson belül. Nem sikerül lerántani sem Novák középre. És egy hatalmas mentés végül Bencétől. Van a labdaszerzés. Novák veheti át. És Novák elindulhat a kapu felé. Három támadó, két védő. Novák ellövi keresztbe Herjeckinek hosszú. A végeredmény 2-0 a Nyíregyháza Spartakusz Tiszakicske találkozón a Spari Kovács Réti és Géresi góljaival magabiztosan győzött.